A tavalyi rekordterméssel ellentétben az idén kevesebb almát szüretelhetnek a gazdálkodók az almás kertekben. A szárazság és a tavaszi hígverés is jelentős károkat okozott az ültetvényekben. Az ország mintegy 25 ezer hektáros almatermő területén már szedik a gálla fajtájú gyümölcsöt, amely 10% feletti arányban terem a kertekben. Megkezdték a feldolgozást a sűrítménygyártó üzemek is. Tavaly nettó 12 forinttal indult a feldolgozói szezon, mivel akkor az elmúlt 20 év legnagyobb almatermése volt, több mint 900 ezer tonna. Az idén a becslések szerint 500 ezer tonnához közeli termést várnak a szakemberek, így most nagyobb a kereslet, ezért várhatóan az induló 24-26 forintos léalma felvásárlási ár tovább fog emelkedni. Az Alma Terméktanács elnökének tájékoztatása szerint a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt a 25 ezer hektárnyi almás terület egyharmadában a megfelelően öndözött ültetvényekben várhatóan csak jó vagy elfogadható termés várható. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a legnagyobb feldolgozó továbbra is az osztrák érdekeltségű Agrana Juice Magyarország Kft., amely a vásárosnaményi, hajdusámsoni és az Anarchi üzeme mellé megvásárolta az érsekvadkerti gyárat is. Tulajdonost váltott a Vajai Zöldséggyümölcs Kft. Léüzeme. A Döler Hungária Kft. Vásárolta meg, és 70 ezer tonnáról 100 ezer tonnára bővítette kapacitását. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében sűrítőüzemmel rendelkezik még a Mátészalkai első szatmári almafeldolgozó Kft., a Nagykállói Brick Street Kft. És egy nyírmadai Kft. Is, ahol ugyancsak megkezdődött az alma ipari célú felvásárlása. Vendégünk a stúdióban a megyei agrárkamara elnöke. Jó estét kívánok, jó elnök estét, úr! Kívánok. Elnök úr, helyesen hangzott el a bejátszásban, hogy az idén 24-26 forint körül kezdődött meg a felvásárlás. Ez több mint 10 forinttal több, mint a tavalyi felvásárlás jár. Beszéljünk egy kicsit az előzményekről. Tavaly elég nagy zűrök voltak az alma körül, hiszen rekordtermés volt. Most viszont hát gyenge termésről tudunk számot adni. Ennek köszönhető egyébként a magasabb ár? Hát főleg ennek köszönhető, hogy kereslet mutatkozik úgy a sűrítmény, amit a léalmából gyártanak, ez a 12 forintot ez is fentebb viszi, és az a tudat is fentebb viszi, hogy Magyarországon a több mint 900 ezer tonna helyett 500-550 ezer tonna várható az idei termés. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye milyen helyen szerepel az országban? Itt van a legtöbb almaültetvény? Az almaültetvénynek 65%-a mi megyénkben van, igen. Az előbb említett gála fajta, ugye, aminek megkezdődött a szedése? Igen. Ez mennyire jellemző itt a környékünkön? Hiszen azt hiszem, a szabolcsi embernek az almáról a Jonatán típusú alma jut eszébe. A korai almák közül elég jelentős helyet foglal a gála. Egy nagyon jó fajta keresett édesalma, úgyhogy szerintem hát nem nagy százalékot foglal el a termőterületekből, de én úgy gondolom, hogy a bevezetésként az almának ez a gál az legelfogadottabb, és akkor jön a Golden, Early Gold, az is be is fejeződött a szüretje, és lassan akkor a Goldenhez érkezik a jövő héten, vagy a következő hetekben. Teljes gőzzelbe indul a szüret. Ugye itt mindig, amikor az árakról beszélünk, ez elsősorban az ipari almáról beszélünk, amit elsősorban lének dolgoznak fel, de vajon az étkezési alma milyen pozícióban van, és milyen árban, és a gazdák hová tudják ezt értékesíteni? Hát áll Istennek a tavalyi évhez képest, amikor ott a 60 forintról 35 forintra zuhant a bejelentések után, az étkezési alma most 100 forint felett van. Betakarításkor én azt gondolom, hogy ez a 120-140 forint közötti ár elég megfizetett, valamelyest pótolja azt a nagy terméskiesést, ami vagy vannak olyan vidékek vagy térségek, ahol a jég vert el, vagy esetleg a korai fagy ártott, de zöme az annak tudható be, hogy tavaly nagyon csúcs termés volt, nem érkeztünk időbe betakarítani, és ennek a hatása, ezt mindenki várta, hogy az idén nem lesz 900 mázsás rekordtermés. Erre akartam még rákérdezni, hogy a terméskiesést, mert itt elhangzott, hogy a tavalyihoz képest közel fele lesz csak a termés, hogy ez kompenzálja a termelőknek az árbevétel kiesést, vagy itt valamiféle hát segítséget, támogatást igénybe vehetnek, akár hogyha valamilyen káruk volt, jégkár, vagy nem tudom, most az időjárásról majd hamarosan beszélgetünk arról is, hogy ez egy elég furcsa nyár volt, hiszen nagyon aszályos időszak volt. Tehát, hogy valamilyen kompenzációban részesülhetnek azok a gazdálkodók, akiknek nagyon nagy elmaradása lesz ebből. Igen, akik fagykárt szenvedtek, azok a falugazdász hálózaton keresztül be is jelentették még a tavasz folyamán, ezek a lelettek ellenőrizve, és a
jogosnak megítélt vagy kárra jogosultak a kárenyítésé, alapból természetesen majd kárenyítést fognak kapni. Ugyancsak az aszá is most már sok problémát okozott, ugyanis ahol még meg is kötött az alma, de nem tudták öntözni, ez a nagy szárazság miatt apró maradt, és akkor ezek is hullanak le a fáról, úgyhogy még a jég mellé, ahol esetleg megmaradt, jön ez az aszály. Egyébként a nagy meleg miatt hamarabb megindult a szüret, vagy arról nem beszélhetünk, hogy mondjuk hamarabb értek ezek a gyümölcsök? Két héttel körülbelül előrébb jött a szüret, még ott is, ahol öntözni tudták az almákat, ahol itt van egy kis jelentőség a jéghálónak, ezek a 38-40 fok körüli hőmérsékletek szabályosan a fán megégették a déli oldalon, főleg a legszebb almákat. Ha már itt tartunk jéghálónál és öntözésnél, akkor ugye az lenne a cél, hogy minél korszerűbb ültetvények legyenek a megyében. Említette, hogy gyakorlatilag több, mint a fele almatermés, az ország almatermésének több, mint a fele a Szabolcsból származik. Elnök úr, hogy látja, a következő uniós ciklusban lesz lehetőségük a gazdálkodóknak arra, hogy mondjuk ilyen jellegű beruházásokra, ültetvénytelepítésre vagy korszerűsítésre valamilyen pályázati forrásokat igénybe vegyenek? Nyilván az 5 éves 2017-20-ig be van tervezve egy bizonyos fajtaváltás. Mi úgy látjuk és jeleztük is az illetékesek felé, hogy ez a forrás kevés ahhoz, hogy itt egy korszerű ültetvény valósuljon meg, ugyanis mindenki jéghálós ültetvény szeretne, ami egy 11 millió forint körül van egy hektár. Most akkor el kell dönteni, hogyha Magyarországon egy jégelhárító rendszer kiépül és teljes lefedettséggel, akkor indokolt-e mindenkinek jéghálós ültetvényt telepíteni ilyen költséggel, vagy ebből a költségből esetleg átcsoportosításokkal a termőfelületet tudnánk növelni. Most ezen dilemázunk, hogy mindent szeretnénk, de annyi pénz a világban sincs, hogy az összes ültetvényünket ilyen nagy beruházások lecseréljük. Igen, és ahogy említette, valamit tenni kell, mert hogy az időjárás az most már annyira szélsőségessé vált, hogyha ha nem akarja a termelő, hogy évről évre bizonyos károk keletkezzenek, vagy kára keletkezzen, és ebből hát anyagi kára is származon, akkor valamit tenni kell, és ha már az időjárásnál tartunk, akkor beszéljünk egy kicsit az idei nyárról, vagy az egész tavasztól. Ugye tapasztalható volt, hogy főleg ebben a térségben, érdekes módon a Dunántúlon nem, de itt a keleti ország részben alig volt csapadék. Ez a mezőgazdaságban hogyan éreztette hatását? És akkor beszéljünk most már nem csak az almáról, hanem a mezőgazdasági kultúrákról, például kukorica, napraforgó, vagy akár a krumplival mi a helyzet? Hát igen, a kukorica és a napraforgó időszakában, amikor itt áprilisban kezdődött a vetés, szerencsére mindig kaptunk annyi csapadékot, hogy jó, meg tudtuk munkálni a talajt, jó talajba helyeztük el a magokat, szép kelések voltak, a gyomírtózási időszak is kedvezett, utána jöttek ezek itt a június-július felé, ezek az átlag napi hőmérséklet emelkedések, amik már káros hatással voltak, akinek késő sikerült a gyomírtózása, azokban a veteményekben már látszott, hogy lemaradások, de úgy gondoltuk, hogy majd jön az eső, azt akkor utolér, és sajnos ez az eső nem jött. Ez sok helyen itt a megyében, ugye jellemző itt a homokos területek, ahol a talaj hőmérséklete még inkább felmelegedik, úgyhogy ezeken a térségekben, vagy táblán belül is nagy eltéréssel, de sok olyan foltok vannak, ahol már nem hozott csövet se, és akkor már úgy néz ki, mintha lehetne kombányozni. Be van érve, napraforgóba talán kisebb kárt okozott, egy ilyen 2,1-2,3 megyei átlagot lehetne, talán a kukoricánál országos szinten a tavalyi 9,3 millió helyett egy ilyen 6,4-6,5 millió tonna várható a termés. Mi megyénkben azt hiszem, hogy most amely körzetben elérik a 70 mázsát, azt csúcsnak fog számítani. Elnök úr, köszönjük szépen a tájékoztatást, és természetesen majd az ősz folyamára további betakarítási munkákról szeretnénk hírt adni a televízió nézőknek. Köszönjük szépen a lehetőséget.